Ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Egy tartalmas fél órát ígérhetek. Érdemes minket keresni a Facebookon keresztül is, ott üzenhetnek, sőt, ugyanezt megtehetik SMS-ben is. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják is, és természetesen YouTube csatornánk is rendelkezésre áll, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, hiszen így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Van mára is egy napi gondolatom, Bödőcs Tibor humorista tollából származik. Egyre gyakoribb a mű nélküli művészet, s a művészet nélküli mű, meg a minden nélküli semmi. Elgondolkodtató sorok. Vendégem is lesz itt a stúdióban, ide várom Turcsányi Tibi énekest, akinek nemrég jelent meg legújabb klipje, természetesen mi is bemutatjuk. Majd álljon itt az első üzenet, Pásztor Viola a saját kedvére kérte a mai első felvételt Szolnokon, egyúttal szeretettel küldi barátnőinek, Eszternek, Évának és Katalinnak. Ma ünnepli születésnapját Zalatnai Cini énekes. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk neki. Az ő felvételével indul mai műsorunk. Ha kimegyek az ócska piacra, lemezek közt böngészek én, csak is olyat, amin a szenes van, elnézhető körülmény. Épp ezért töltsét csinálok a kezemből, és kiárgom Vigában. A szenes Iván téren járok, ha Iván írta e dalt. Slágersereg siet már elég, még egyszer Isten éltesse sokáig Zalatnai Cinit születésnapi alkalmából. Folytassuk még a mai naphoz köthető évfordulókkal. 190 éve született Madarász Viktor festő, a romantika képviselője. 96 éve látott napvilágot Kibédi Ervin színművész, Jászé Mari díjas érdemes művész, és 86 éve mutatták be a Meseautó című filmet. Asztalos Sándorné Debrecenben a következő dallal köszönti munkatársait egy élelmiszer üzletben, akik egyben nagyon jó barátai is. Üzeni, vigyázzanak magukra. Szívünk játszótér énekel Turcsányi Tibi, és utána Turcsányi Tibivel beszélgetek is itt a stúdióban.
az ember, kár, ahogy az ember az álmában egyedül jár. Mindenki szeretni akar, aki csak él, majd elfelejtjük, ha eljön a tél. Ez vár mindenkire, egyedül maradsz, ha elhiszed. Számít semmi, ennek így kellett lenni. Kérlek, engedd el, tudom, menned kell. Ez vár mindenkire, egyedül maradsz, ha elhiszed. Az iménti dal elkövetője Túrcsányi Tibi pedig itt ül velem szemben. Szervusz, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy el tudtál jönni, és mindjárt ennek külön súlyt is adunk, hiszen rohanásban vagy állandóan, sőt azért a civil foglalkozásodról talán még kevesebbet beszélgettünk. Mivel telnek a mindennapok? Én most már 13 éve civilként, szakápolóként dolgozom, munkálkodom, és jelenleg pedig egy pszichiátriai osztálynak vagyok az osztályvezető ápolója, tehát a minden hétköznapomnak nagy része ott telik. Azért ott annál a szócskánál megakadnék, hogy osztályvezető, azért ez egy nagyon szép út idáig eljutni. Nem akármilyen visszacsatolás az élettől, a sorstól, mint elismerés. Igen, hát ha visszagondolok, és amikor még Szlovákiában éltem, egy cukrász végzettségem volt, amit szerettem amúgy csinálni, és nagyon sokra tartom mai napig ezt a szakmát. Mi a kedvenc sütit, csak így lábjegyzetben pöttyintsünk el? Ó, rengeteg van, de az Esterházy. Igen, jogos. Igen. Akkor nem gondoltam volna, hogy e felé, a terület felé fog majd az életem változni, vagy fejlődni. Tehát igen, sok minden történt azóta, de viszont örülök neki, hogy így alakult. Na most azért osztályvezető szakápolóként honnan ez a mérhetetlen energia, és honnan a szabadidő arra, hogy az énekléssel ilyen szinten foglalkozzál, és nem beszélve arról, hogy klippeket gyártsa, hiszen folyamatosan jönnek az újabb és újabb dalok, és a videós megvalósítással együtt. Hát kell hozzá energia, igen. Nálam is van az, amikor úgy érzem, hogy na most maximálisan kimerültem, most egy kicsit pihenni kell, de a zene például az ugye az, ami maximálisan örömet ad, amiben meg tudok élni különböző érzelmeket, tehát ez ilyen szinten van vele munka, de kikapcsol,
ugye mint szakápoló, mint osztályvezető, ott is van bőven munka, és azért nagyon gyakran elég kimerítő, de viszont szeretem csinálni, tehát mindig valahonnan próbálok erőt és energiát szerezni, és megújulni, és csinálni tovább. Egy kicsit úgy tudlak elképzelni, mint aki éppen pihen, már két projekttel előre jár fejben, és azon kattogépe, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Ugye megéltem már ez a klip, ami most elkészült, ennek a történetéről beszéljünk egy picit, leginkább a dal születéséről, hogy honnan jutottunk el a klipig. Megéltem már annak a szövegét, jöttem hazafelé egy Bakelit fesztiválos felvételről, és többen jöttünk haza, és a kocsiban írtam. Kifelé néztem az ablakon, tök jó idő volt, nyár volt, és hirtelen beugrott ez a szöveg. És úgy gondoltam, hogy akkor most ezt gyorsan valahova le kell írnom. Aztán még csak egy töredéke volt, aztán folytattam később, és maximálisan egy olyan dalszöveg lett belőle, amire én azt mondom, hogy igen, ez pont olyan, amikor, vagyis amely érzelmeket bele akartam adni, és azért nagy része lehet azt mondani, hogy maximálisan rám illik, és rólam szól. Tehát ennek a dalszövegnek nagyon örülök, mert tényleg, amikor visszaolvasom, vagy most már visszahallgatom, akkor azt mondom, hogy ez igen, ezt akartam ebből kihozni. És mindenkinek szerintem az életében vannak olyan periódusok, amik ebben a szövegben benne vannak. Tehát nagyon örülök mind a dalnak, mind az, hogy ezt a szöveget megtudtam. És a szöveg hogyan kapott dallamot? A szövegnek a dallamát az dolgoztam már többször együtt a Paul Benjaminnel, ő régen a dal műsorból vált ismerté, és őt kértem meg, tehát olyan nagyon jó gitározik, és valamilyen világot tudtam ennek elképzelni. De azért abba is beleszóltál, gondolom. Tehát, persze, tehát adtam egy irányelvet. Igen, adtam egy irányelvet, hogy körülbelül hogy tudom elképzelni, és milyen hangulata legyen. És ő írta hozzá a zenét, és ő is hangszerelte meg, de maximálisan szerintem sikerült eltalálni azt a világot, amit ebből ki akartam hozni. Amikor megvolt a dal, meg volt a szöveg, meg volt a dallam, nyilván voltak első visszacsatolások. Miként született meg az a döntés, hogy ebből klip is készüljön, és egyáltalán a klip ötlete hogyan fogalmazódott meg? Helyszín, kivitelezés és millió egy kérdés adott itt. Nálam ez úgy szokott működni, hogy vannak dalok, amikre azt mondom, hogy nagyon jók lesznek fellépésre, és arra is írtam őket, vagy arra szántam őket főleg, vagy hogy megismerjék az emberek nyilvánvalóan, de például egy fellépés által, és vannak meg különböző megosztókon, és vannak olyan dalok, amikre azt mondom, hogy ehhez biztos, hogy klipet szeretnék készíteni. Tehát a Megértem már is úgy volt, hogy amikor ez a dalszöveg kipattant, akkor már tudtam, hogy ehhez biztos, hogy fog klip készülni. Igen, igen. Tehát elképzelek neki egy világot, és akkor ehhez próbálom viszonyítani. Itt az erdőben fogunk nem sokára sétálni veled együtt. Még a klipnél maradva egy gondolatig azért, ezek nem azok a nagyon egyszerű kivitelezésű klipek, tehát már a sokadik alkalommal látjuk a munkádat itt a képernyőn, és mindig azt szűrhetjük le belőle, hogy ebben nagyon-nagyon sok munka volt, akár utómunka, akár a forgatási helyszín kiválasztásától kezdve, tényleg a megvalósítás legapróbb mozzanatáig. Igen, tehát nem vagyok az a típus, aki annyira rögtönözne, tehát hogy akkor menjünk és akkor valami készül, nem szeretem azért aprólékosan átgondolni, hogy látszik az eredményen egyértelműen. Mi az, amit szeretnék benne látni, és mi az, ami nem. Tehát én úgy gondolom, hogy én maximálisan kiszoktam az idegeiket csavarni a készítőknek, mert én felveszünk valamit, akkor oda megyek, megnézem, és akkor nyilvánvalóan az ő véleményükre is adok, hiszen ehhez ők értenek. De a másik részről mondom, hogy az nekem nem tetszik, vagy ezt vegyük újra. És állandó csapattal dolgozol egyébként? Vagy fogyasztod őket? Van azért egy-két csapat, akivel több klipet készítettem, de például mind a Szívünk játszótérni, és ugye a Graph Pictures-ök először dolgoztam, de szeretnék majd még, tehát de vannak azért fix csapatok, akikkel szoktam készíteni a klipeket. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és akkor megnézzük ezt a klipet, és szerintem nem sokára úgy is hallunk rólad, hogyha ebben a tempóban dolgozol tovább, és akkor a Megéltem már című klippel folytatjuk is. Én köszönöm. Megéltem már több hatát, és megéltem
szavait, hűsz elé. Üljünk ma szavait, hűsz elé. Üljünk ma szavait. Turcsányi Tibi volt a vendégem az elmúlt percekben, most folytassuk a mai naphoz köthető évfordulókkal még. 99 éve a Hűség napja Magyarországon a mai nap, hiszen Sopronban népszavazás kezdődött arról, hogy a város Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon-e, ugye az eredmény ismert. 112 éve a mai napon látott napvilágot Szepes Mária író, költő, színész, a Vörös Oroszlán emelhető ki, és 90 éve született Kállai Ilona színésznő, egy csóké és más sem. Mi szerelem első vérig, és ezt a sort is még hosszasan lehetne folytatni. Álljon itt most egy újabb üzenet. Dénes Irén egy korábbi adásunkban látta és hallotta a következő felvételt, a saját kedvére szeretné újra kérni és küldi minden ismerősének. Horváth Elemér Emivel és Horváth Péterrel folytatjuk. Thank you.
Még van néhány évforduló, amit feltétlenül szeretnék kiemelni. 43 éve John Travolta főszereplésével bemutatták a Szombatesti Láz című filmet. 72 éve látott napvilágot Lázár Kati, Kossuth és Jászai Mari díja színésznő, rendező, kiváló művész, és 62 éve született Nyerte Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő. Mindenkinek nagyon sok boldogságot kívánunk, aki ma ünnepel, legyen az névnap, születésnap, vagy éppen házassági évforduló. Tehát Miklósné ezúton köszöni szomszédjainak a meglepetés születésnapi összejövetelt, szeretettel küldi hálája jeléül mindenkinek a következő dalt. Smidélius Éva énekel, közreműködik Toki Balog Ernői zenekara, a dal címe Jó estét kívánok! Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg, ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel a mai adásra. Németh Rita a következő dallal köszönti keresztszüleit, Orsós Miklóst és Orsósné Nagy Flórát, közelgő házassági évfordulójuk alkalmából Szegeden. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván nekik. A következő felvételen közreműködik Látó Imre és zenekara, Bétót Magda énekel, a Déli Bábos Hortobágyon következik. Hogy mi a
Bétót Magda és Dankó Pista díjban részesült, ezúttal is szívből gratulálunk, és nagyon jó egészséget kívánunk neki. Elérkeztünk mai adásunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!